Ahogyan az mögöttem is látható, a sorban álló embereken van maszk, de Szabadka belvárosában sétálva több olyannal is találkoztunk, akik hordták a maszkot. Annak jártunk utána, hogy hogyan kell helyesen viselni, illetve hogy hogyan mozognak az árak a maszkok esetében. Az egyik szabadkai gyógyszertárban egyszer használatos és pamut maszkokat is árulnak. Szrubinov Jelena gyógyszerész elmondta, hogy az árakat a minőség, a gyártó és a beszerző is befolyásolja. Például az egyszer használatos maszkok ára 28 és 52 dinár között mozog. A gyógyszertárunkban van többször használatos is tisztítható pamut maszk. Ezeknek a maszkoknak az ára pillanatnyilag 108 dinár. Igény szerint rendelhetünk minőségesebb, drágább maszkokat is, amelyek nagyobb védelmet nyújtanak. Ezeket a maszkokat általában kórházakban, vagy kórházakban használják, vagy olyan esetben, amikor nagyobb a fertőzés veszélye. Legyen szó anyagból készült vagy sebészeti maszkról, mindkettő esetében fontos a megfelelő használat. Gyurcsi Klára diplomás ápoló elmondta, hogy a felhelyezés előtt alaposan kezet kell mosni és fertőtleníteni. Hozzátette, hogy a maszk viselésével a járvány terjedésének megfékezése a cél. Mivel cseppfertőzéses történetről van szó, hogy az orr és a száj legyen fedve a maszk által. Ezáltal a hordozó, a viselő megvédi magát azoktól a szemcséktől, amelyek a levegőben áramlanak, ugye akár a beszéd által kiáramló cseppecskék, vagy pedig a por, amelyen megtapadhatnak ugye a kórokozók, bármelyik kórokozó, így akár most ez a koronavírus is. A szakember hozzátette, hogy a maszkkal megvédjük a közelünkben lévő személyeket, ha esetleg magunk lappangó hordozói vagyunk a vírusnak.